Hello! Folytatódik a szigetelés projekt. Ezt az oldalt, ezt a mennyezetnek a másik felét, és a hátsó ajtót fogom még bevonni ezzel a bugis fóliával, meg ezt valahogy ne legyen ilyen baldahínos, rögzítem valószínűleg marha egyszerűen rajzszöggel, úgyis csak addig kell tartani, amíg a fa be nem jön. És utána ide a padlóra, a fémre, meg ide le fogok melegíteni, mint ahogy a bogárhátukba is lemelegítettünk ilyen kátrányos papírt, ami hangszigetelni fog megint, meg egy kicsit olyan minimálisan szerintem hőszigetelni is. Aztán elviekbe ebbe a videóba ennyi fog beleférni, mert elég lesz ezt megcsinálni. Meg még magam után kitakarítani a millió szemetet, mert úgy, ahogy van, benne hagytam a purhab maradékot is, meg az aluszalagnak a papírjait, mert rehány vagyok, mint a kurva élet. Úgyhogy ez lesz ma. Úgy áll a sztori. Úgy kész a buli. Totálba. Hát annyi van még, hogy ezt a hátsó ajtót beszigeteljem. Aztán kitakarítom a padlót. És jöhet a szigetelés. Most viszont a legfontosabb a kaja. Így megyünk teljes fel 650 fokig, és szépen lemelegítem ezt a lemezt, ami egyszer, ahogy mondtam, hőszigetel, és hangszigetel. Kevésbé fog bejönni a motorzaj az utastérbe, azaz lakótérbe, aztán kevésbé fog bejönni a futóműzaj, a gördülési zaj, tehát kicsit komfortosabb lesz ez a már egyébként sem egyszerű kis teherautó. Lassan elérjük a 650 fokot, úgyhogy neki is látok. Depozicionáltam a lemez, felmelegítem a sarkát. Meg is látszik, hogy megolvad a sarkát. Most szépen lefektetem, hogy lerodod. Helyzetjelentés Debrecenből. Csak azért esik az eső, mert lemostam a kurva autókat. Namúgy! Hétágra sütne a nap, és leégne a tökünk. Bazd meg! Hihetetlen. Apám! Bad.
megint kajáltam, mert megint elkezdett esni az eső, de végül befejeztem már ott a sztori. Fú, durva lett. Nagyon brutális, igénytelenül beraktam egy kis külsüvet. Ott azért elég szar. Mindegy. Nekem jó. Hirtelen nézve nem is olyan gáz, tehát annyira nem fos. Az a lényeg, hogy hello büdi. Szóval kicsit büdi van az autóba, hogy készen van a szigetelés, a padlón is, a falon is, és a mennyezeten is. Úgyhogy jövő héten veszek fát, faanyagot, és berakom a párnafákat, hol raktam a kulcsot, mert hagytam az ajtóba. Igen. Szóval párnafa, meg gégecsövet fogok behúzni még, amiben villanykábel van, lednek, ledes lámpának, meg mit tudom én, ennek kis ventilátor. Vannak ötleteim, aztán majd meglátom. Rakok be jócskán cuccot. Nem kér enni. Ilyen öregesen szólva. Úgyhogy ez a büdös nagy helyzet. Ennyire jutottam. Jövő héten új videó.